100 évvel ezelőtt, október 5-én született az Abigail, az állarcosbál, a régimódi történet írónője Szabó Magda. Az emlékév tiszteletére egy egész estés programot szervezett a Kepes Intézet. Élete során több interjú is készült vele, melyekből néhányat hallhattak a részvevők Nádasi Erika színművésznő tolmácsolásában. Hogyan látja Szabó Magda, Encsi Eszter, Annuska, Pórika, Iza teremtője, az Őz, a Freskó, a Disznótor, a Pilátus írója, a ma asszonyának helyzetét és gondjait? Az első választ egyes szám első szemében fogalmazza. Hát attól tartok, személyes tapasztalataim nem eléggé általános érvényűek. A miénk, különösen abban az időben, egészen kivételes családi képlet lehetett. Nálunk generációk óta nőuralom volt a családban. Van két olyan műve, az Ókút, ami a gyerekkor, tehát a Szabó Magda gyerekkoráról és az ő saját életéről szól. De ahogy mondtam, mind az összes többi is szerintem arról szól, de ebben egyértelműen úgy is fogalmaz, tehát az ő saját szüleit írta meg, és a saját környezetét. Az este zárásaként Szabó Magda regényéből készült az Ajtó című filmet tekinthették meg az érdeklődők Szabó István rendezésében.